egy francia hagyma leves receptet mutatok. Ez gluténmentes, nem lesz benne liszt, viszont lesz benne nagyon finom krémes tejszín, vaj és sajt. Szóval először is egy szép adag vajat megolvasztok, azon a kockára vágott vörös hagymát, és amit felkarikázok, új hagymát, póréhagymát szépen szinte karamellizálni fogom. A vörös hagymát már kockára vágtam, most jöhet a póréhagyma, de lehet kizárólag csak póréhagymából is készíteni. Jöhet rá a vörös hagyma, só, egy púpozott teáskanálnyit tettem egyelőre rá. Hogyha maradt egy kis húsleves, és már nincs se zöldség, se hús, csak a lé, akkor annak például az egyik legjobb felhasználása, hogyha egy francia hagymalevest készítünk belőle. Hozzájön a póréhagyma. Egyetlen egy dolog nem jó hozzá, a lila hagyma. Új hagymát is. Ahogy karamellizáljuk, pirítjuk a hagymát, a vajtól is, és a benne lévő karamellizált cukroktól is egyre édesebb. Viszont majd megkóstoljuk, és hogyha kívánja, akkor egy csöpp kis cukrot adhatunk még hozzá, mert azért ez egy picit, persze sós étel, de egy picit jól áll neki az édesség is. Amíg ez jól dinsztelődik, addig lereszelem a sajtot. Teljesen tökéletes a mi trapistánk. Ebből annyit reszeljünk, hogy mivel liszt nélkül készítem, a tejszínnel és ezzel a sajttal fogom magát a lét is besűríteni, és maradjon reszelt sajt ugye a pirítós kenyér tetejére is, amit majd a sütőben rásütünk adagonként. Amikor már kezd pirulni a hagyma, tehát már zsírjára pirul, akkor egy kis kakukkfűvel fogom ízesíteni. Azért pirítom át a kakukkfűvet is, hogy minél jobban kijöjjön a kakukkfű illata. Most már szép szalmasárga kezd lenni a hagyma, úgyhogy ráteszem a kakukkfűvet is. Picike kis leveleit lehúzom a száráról, és picit meg is vágom. Amikor már látszik, hogy elpárologta a nedvesség zömét, és már sül a hagyma, és megvan az az illat, amit vártunk, akkor fehér borral felöntjük. Ne sajnáljuk róla. És ezt így addig pároljuk, amíg az alkohol teljesen el nem tűnik róla. Csak a bor aromái, a sava az, amire szükségünk van. Lenne egy jó, sűrű tejszínnel, és egy zöldség vagy csirke alaplével, húsleves maradékunkkal fogjuk felönteni. Na, mostanra jó, jöhet a leves. Attól függ ki, mennyire sűrűn szereti ezt a levest, annyi lével öntsük fel. Jöhet bele a bors. Amikor már puha a hagyma, akkor jöhet a tejszín, ez is ízlés szerint. Meg hogy mennyire szuper sűrű tejszínünk van, attól is függ.
és jöhet a reszelt sajt is. Teljesen elolvasztjuk benne a sajtot. Ezzel krémesítjük, most nem vajjal. Ha ezzel megvagyunk, akkor érdemes kis tűzálló tálakba kiadagolni. Egy kenyér szeletet, amit pirítósnak elkészítünk, tetejére rakni, megpakolni reszelt sajttal, és mehet be a sütőbe. Amikor piros lesz a sajt a tetején, akkor forrón tálaljuk.